Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Megérkezett az új Fiat 500X. Nyílt napok március 20-án, 21-én és 23-án a KB Autó Team Kft-nél. Tekintse meg és próbálja ki márkakereskedésünkben az új Fiat 500X modellt. Nyílt napok a KB Autó Team Kft-nél. Pénteken, szombaton és hétfőn. KB Autó Team Kft. Kiskunhalas, Keceli út 1923. www.kbautoteam.hu. Eltűnt a részkakas, a cégér a 80-as évek eleje óta volt kint a Városháza épületén. Megnyílt a Sorsok háza, pszichiátriai betegek nappali ellátásának ad otthont az új intézmény. Eltűnik a nap fele, a szeme világát kockáztatja, aki pénteken nem megfelelő eszközzel nézi a különlegeségi jelenséget. Pantheon, Circus, Maximus és középkori várak egy asztalon sok százezer apró darabból épül több gyűjtő közös kiállítása. Köszöntöm Önöket, számítunk a figyelmükre, tartsanak velünk. Ellopták a részkakast. Az eddig információk szerint a múlt hét folyamán tűnhetett el a részből készült, kakast formázó, Casanova feliratú cégér. A Városháza felújítása miatt fóliába volt tekerve a 40x40-es rézalkotás. A tolvaj miután lecsavarozta a tartóról a cégért, a fóliát ugyanúgy visszatette, mintha alatta lenne a kakas. A cégért egy képzőművész készítette a 80-as évek elején. A Casanova tulajdonosa, ahogy a nő fogalmazott, igen magas összegért visszavásárolná a cégért, mint mondta, reméli, hogy a tolvaj vagy tolvajok még nem darabolták szét. A pszichiátriai betegek nappali ellátására szakosodott a Sorsok háza, melyet a Szeretetházi Baptista gyülekezet hozott létre Kiskunhalason. Az intézmény azzal a céllal jött létre, hogy segítsenek a hozzátartozóknak és az ellátottaknak egyaránt. Az ünnepélyes megnyitón itt volt a Baptista Egyház főtitkára is. Pszichiátriai betegek nappali ellátását oldja meg a Sorsok háza, amely egy hónapja kezdte meg működését, ám a hivatalos megnyitója ma délelőtt volt. A Magyarországi Baptista Egyház főtitkára Mészáros Kolnér köszöntötte a megjelent vendégeket. Szükség van arra, hogy valamilyen koordináció legyen, és mi azt hisszük, hogy Isten a nagy rendező, aki a világon ismeri azokat, akiknek valamilyen hiányuk, valamilyen gondjuk van, és ismeri azokat, akik valamilyen plusszal rendelkeznek ezen a területen. Én úgy hiszem, hogy most valahogy ez a kettő találkozhat, hogy munkatársaink, akiknek pluszuk van, ezt szeretnék célba juttatni. A város nevében Fülöp Róbert polgármester azt emelte ki, hogy Kiskunhalas és a baptista közösség együtt munkálkodása milyen eredményes. A baptista egyház már hosszú évek óta dolgozik azért a városban, hogy ezek a hiányok, amiket próbál nyilván az önkormányzat is a saját szociális rendszerén keresztül betömni, de érezhetően nem tudunk minden problémára megfelelő válaszokat adni egymagunkban, de láthatóan közösen azért el tudunk jutni odáig, hogy egy élhető városban éljünk. A Szeretetházi Baptista gyülekezet képviseletében Opauszki György arról beszélt, hogy a Sorsok háza egy hiányt pótol. Mennyi ember van, akinek valami hiányzik? Ez a hiány, ha hosszú távú, hogyha sok minden életterületre kiterjed, akkor bizony megbetegítheti az embert. És sokak bizonyos akár képességeknek a hiányától betegszenek meg. Ezt a hiányt szeretné ez az intézmény pótolni, a közösség hiányát, és majd arról a kolléganő fog beszélni, hogy mennyi minden hiányt tudunk itt pótolni, és mennyi mindent szeretnénk pótolni. A Sorsok házát Kiskunhalason Hajdú Julianna irányítja. Azt mondja,
az ellátottak és a hozzátartozóik mindennapjait szeretnék megkönnyíteni. A hozzátartozónak egy tehermentesítés, egy kis lelki támasz, hogy nincs egyedül, tud kire számítani, kolléganők itt vannak, ide tudja hozni a családtagját, foglalkozni tudunk itt vele, illetve az ellátottnak is egy olyan biztos pont ez, ahol tudja, hogy elbeszélgetünk, foglalkozunk vele, csoportfoglalkozáson részt vehet, tehát mindenképp egy meglévő és valós hiányt pótoltunk ezzel. A Halasi Sorsokháza a Hunyadi utca egy szám alatt található, 8 és 15 óra között várja a pszichiátriai betegeket. A megyében április 1-től változik a buszmenetrend, mely Halast és több környékbeli települést is érint. A Délalföldi Közlekedési Központ, a Kunságfolán jogutódja, már kiadta az új tudnivalókat. Áprilistól utazás előtt nézzék át a menetrendet azok, akik a Kecskemét Kiskunhalas Mélykút Kelebia, vagy a Kiskunhalas Kiskunma és a Fülöp Jakab Kecskemét autóbuszvonalon utaznak. A változásokat megtalálják majd internetes oldalunkon, a halasmedia.hu-n is. Holnap félig elfogy a nap, részleges napfogyatkozás lesz a délelőtt folyamán. Szabad szemmel és házilagos módszerekkel senki ne kísérletezzen, mert károsodhat a látása. Úgy tudjuk, Halason nem forgalmaznak napnéző szemüvegeket. A Halas Média interneten élőben közvetíti a napfogyatkozást, így biztonságban nézhetik az égi jelenséget. Kinyílt a kupola és a napot kémleli a távcső. A halasi csillagvizsgálóban az év egyik jelentős égi eseményére készülnek. Az megvan, jó. Most ez a fontos, hogy itt ezt tudjuk működtetni. Március 20-án délelőtt részleges napfogyatkozást láthatunk. Egy kis időre a napnak több, mint a fele el fog tűnni. Nem lesz teljes a sötétség, de várhatóan sötétebb lesz, mint általában szokott. Ez egy részleges napfogyatkozás. Körülbelül 60-67% között megy el a nap, illetve a hold megy elé, és akkor hát ebből részlegesen látunk, az óceánokban lehetne most látni teljes napfogyatkozást. A Halas Média is készül a nagy eseményre, megtörtént a technika kitelepítése. A nézők az interneten a www.halasmedia.hu oldalon követhetik nyomon a közvetítést. Halasról nézve 9 óra 39 perckor kezdődik a fogyatkozás, és 10 óra 50 perc körül lesz a leglátványosabb. Nagyon egyszerű módszerrel szeretnénk holnap közvetíteni a napfogyatkozást. Balogh István csillagászéknak van egy kikísérletezett módszerük, a távcső végére rászerelnek egy fényképezőgépet, ami videójelet is biztosít. Ezt a videójelet fogjuk interneten közvetíteni holnap délelőtt folyamán, és azt javasoljuk, hogy aki teheti, inkább ezt nézze, mint szabad szemmel a napfogyatkozás, hiszen szabad szemmel nem szabad. Mindenki tudja, hogy szemkárosodást okoz, és idén nem kezdték el árulni erre való speciális napszemüvegeket, úgyhogy abszolút érdemes lesz bennünket követni, és a teljes folyamatot több órán keresztül fogjuk közvetíteni. Nyilván szeretnénk, hogyha jó idő lenne, nem lenne felhős az ég, de itt Balogh István csillagásszal már fürkésztük az előrejelzéseket, és úgy néz ki, hogy megfelelő idő lesz a közvetítéshez. Balogh István is mindenkit arra figyelmeztet, hogy óvja a szeme világát, és házilagos módszerekkel ne kockáztasson. Ha valakinek még megvan a speciális szemüvege a 16 évvel ezelőtti teljes napfogyatkozásról, azt használhatja. Ne próbálkozzanak füstös üveggel meg ilyennel, mert kötőhártya gyulladást kapnak, nem is kicsit. Lehet próbálkozni, volt egy magyar költőnk is, aki így próbálkozott, Petőfi Sándor volt éppen, hogy ő is majdnem megvakult. Tehát nagyon kell vigyázni, főleg a gyerekeket nem engedni, mikor majd már a totalitáson ő lesz, tehát úgy értem a totalitást, hogy pont azon a szinten lesz a nap, amikor
már a legkisebb részt látjuk belőle, akkor se senki ne próbálkozzon, akkor egy picikét szürkébb lesz az égbolt, és azt hiszik, hogy most már nem erős a nap. Nagyon erős. 1999-ben óriási esemény volt a teljes napfogyatkozás, amit a Halas Média szintén élőben közvetített. Önökkel együtt most szeretnénk felidézni ezeket a pillanatokat is. Facebook oldalunkra várjuk a 16 évvel ezelőtti, vagy épp a mostani friss élményeket, beszámolókat, videókat. Pénteken azért is lesz érdemes figyelni, mert a következő jelentősebb részleges napfogyatkozás Magyarország területéről legközelebb 2022-ben lesz látható, teljes napfogyatkozás pedig majd csak 2081-ben. Sokan láthatják majd a vitézt a halakkal. Idén is ott lesz a halasi címer a fővárosban a címer kiállításon. A részvétel ezúttal ingyenes. Minden magyar település költségvonzat nélkül mutatkozhat be címerével a Western City Centerben. A címerek kiállítási tablókon kerülnek bemutatásra, ahol feltüntetik a település elérhetőségét, honlapját vagy QR kódját. A kiállítást játék is kíséri majd. Halas mindenképpen szeretne megjelenni a címerével, tudtuk meg a Városházáról. A halasi címer egyébként tavaly is látható volt a bevásárlóközpontban, így már eddig is nagyon sokan láthatták, illetve azon keresztül informálódhattak a városról. Nem sűrűn járnak halasi együttesek kanadai turnén. A Lira együttes a napokban érkezett haza a távoli országból. A március 15-ét is együtt ünnepelték a kint élő magyarokkal. Annyira tetszett a műsoruk Kanadában, hogy máskor is szívesen látnák őket. A Macskafogót, a Szaffit és a Jobb lázadása című filmeket szponzorálta. Onnan kintről. Csak úgy ontják az élményeket a Halasi Líra együttes tagjai, most érkeztek haza egy közel kéthetes kanadai turnéról. Vörös Sándor barátunk, aki a Halas Néptánc együttes valamikor tagja volt, már évek óta készül arra, hogy a Lírát vendégül lássa Kanadában. Ő Edmontonban él, az ottani magyarság egyik jeles tagja, néptánc oktató. És hát úgy gondolta, hogy 3-1-ben a Lira gyerekműsort is adjon, felnőtt műsort is, és még mellé hozzájött egy bál, amikor szórakoztató zenét játszottunk, és ráadásul nem csak Edmontonban, hanem Calgaryban is előadtuk a gyerekműsorunkat, és ott is részt vettünk a március 15-i ünnepségen. Nagyon nehéz még most erről beszélni, mert frissek az élmények, és nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket a magyarok. Különösen ugye a bál volt az egyik csúcsa ennek a dolognak, ahol különböző kanadai szervezetek, akik talán nem is annyira jó viszonyban vannak néha egymással, összefogtak a bálra, és kéz a kézben énekeltük a Ha én rózsa volnék például azt a dalt. A Lira énekesnője is pozitívumokban beszél a nem mindennapi fellépés sorozatról. Nagyon-nagyon jó fellépések voltak, a gyerekek ugyanolyan érdeklődőek, nagyon szeretnek énekelni, és nagyon sok dalt ismernek. A gyerek fellépések nagyon jól sikerültek, ezek voltak a kosztümös, tündér, ruhás fellépéseink. Az ünnepi műsorok, hát, hogy mondjam, nem nagyon bírtuk ki sírás nélkül. Az ottani magyarok nagyon-nagyon ápolják a hagyományokat, tanulják a nyelvünket, ápolják a verseket, az énekeket, mindent, ezért elég nehéz volt sírás nélkül kibírni ezeket a fellépéseket, ahol egy nagyon erős akcentussal hallani a talpram magyar híja haza, és ezt egy ilyen kanadai gyereknek a szájából meghallani, hát szóval rémisztően gyönyörű élmény volt. A báli műsor viszont nekünk volt egy kicsit nehéz, illetve meg voltunk tőle rémülve, ugyanis nem a mi környezetünk ez, hogy báli műsort játszunk, de a közönség nagyon sokat segített, kaptunk egy kinti dobos fiút, akit Mark Standardnek neveztünk el, ugyanis egy doboktató volt, és a világon mindent el tudott dobolni, úgyhogy már végén nem is kellett neki mondani, hogy milyen szám jön. Úgyhogy a báli műsor az viszont tökéletesen sikerült, és én úgy érzem, hogy megálltuk a helyünket kint Kanadában is, mint magyar és kiskolási Lira együttes. A fellépések között kirándulásokra is jutott idő, a lírások, amit csak tudtak, megnéztek. Barátoknál, családoknál voltunk vendégeskedni, illetve mindig foglalkoztattak bennünket, hogy elmenjünk kicsit világot látni. Elmentünk a Szikláshegységbe, bölényeket hajkuráztunk, elmentünk, megnéztük a Royal Alberta Múzeumot, elmentünk, megnéztük az Edmontoni Parlamentet, egy csomó helyen jártunk vacsizni, kicsit barátkoztunk, szórakoztunk, úgyhogy tényleg minden nagyon-nagyon jó volt, és nagyon jó éreztük magunkat. A Lira együttes számára mozgalmasan indult az év. A bohócos műsorral Svédországban jártak, ezután jött nem sokkal a távoli Kanada, ahol lehet, hogy lesz majd folytatás is. Már szó volt arról, hogy jövőre is
hasonló tematikával, lehet, hogy más városok bevonásával is. Az a helyzet, hogy itt a távolság a legnagyobb úr, hogy, és a kanadai magyarok hétközben dolgoznak, és a gyerekek sem érnek rá, mert viszik különböző foglalkozásokra őket. És ez itt mindig a hétvégekre koncentrálódhat csak a fellépés, de hát ezt majd megoldjuk. A Lira együttes kanadai turnéjáról további érdekességeket tudhatnak meg a hamarosan kezdődő Kultúrkép című műsorunkból. Ennyi Lego egyszerre egy helyen, valószínűleg még soha nem volt Kiskunhalason, több Lego építő is összefogott, hogy nem mindennapi látvánnyal fogadja azokat, akik majd ellátogatnak a közösségek házába a március 23-án nyíló Lego kiállításra. A több százezer elem összerakását elkezdték, így már most kezdenek kibontakozni az aprólékos és látványos jelenetek. Lesznek középkori és ókori diorámák, miniváros mozgó vonatokkal, figuragyűjtemények és még sok különféle észbontó alkotás. Szexádról egy középkori vár érkezett, illetve egy kisebb városka, illetve egy ilyen középkori paraszti, illetve egy vidéki életnek a megjelenítése lesz, illetve hoztunk a 90-es években gyári készleteket, amiket a gyár 90-es években árult, illetve adott ki, és hát őket hoztuk el gyári formában. Lesz egy középkori rész, amit közösen a szexárdiakkal építünk. Ez amúgy egy országos kiállítás része, tehát ez, ami Pesten szokott lenni. Meg lesz majd egy hatalmas római rész, ez most egészült ki egy kikötővel, lesz benne Pantheon, meg Circus Maximus, és majd lesz egy városi rész a másik oldalon, ami gyakorlatilag egy ilyen improvizáció lesz, tehát ez máshol nem szokott lenni, ez csak itt, ami otthon volt, és összeszedtem, kirakom hát, ha tetszik valakinek. Kerékpározzanak egyet a Víz Világnapja alkalmából. A szervezők március 21-én szombaton 14 órára várják az érdeklődőket a Sétáló utcai közösségek házához. Innen indul a csapat az Olajosok útjára. A körút során a túrázók megállnak a hármas számú vízműtelepnél, illetve Sóstónál, ahol beszélgetésre, nézelődésre nyílik lehetőség. Végül visszakerekeznek a közösségek házához. A Világnap arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy óvjuk a föld vízkészletét, és ne szennyezzük, ne pazaroljuk ezt a létfontosságú elemet. Most pedig egy-egy mondatban felidézzük, mik voltak a nap főbb hírei. Eltűnt a részkakas, a cégére 80-as évek eleje óta volt kint a Városháza épületén. Megnyílt a Sorsok háza, pszichiátriai betegek nappali ellátásának ad otthont az új intézmény. Eltűnik a nap fele, a szeme világát kockáztatja, aki pénteken nem megfelelő eszközzel nézi a különlegeségi jelenséget. Pantheon, Circus Maximus és középkori várak egy asztalon sok százezer apró darabból épül több gyűjtő közös kiállítása. Most jön az időjárás jelentés, majd a zöld percek. Ebben a Sóstónál szétdobált szemétről lesz szó. Fél nyolctól pedig kulturális magazinunkkal a Kultúrképpen jelentkezünk. Mészáros Erika már itt van a stúdióban. Szia! Azt már ugye tudjuk, hogy kik lesznek a vendégei, de mi mindennel várod még a nézőket? Szervusz Erika, én is köszöntöm a nézőket. Valóban a Lira együttestől további részleteket is megtudhatnak, tehát érdemes lesz velünk tartani. De természetesen ezen kívül a nagy közönség sikert aratott Omega oratóriummal fogunk majd kezdeni. Utána 60 Zoltán szavaló verseny legjobbjait is megismerhetik, végül pedig egy olyan különleges zenedélután dalamait is hallhatják, amely során diákok és tanárok zenéltek együtt a Szent József Általános Iskolában. Köszönöm szépen a tartalomismertetőt önöknek, köszönöm a figyelmet, de ne feledjék, holnap este jövünk majd a friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!